A Szabja a honfoglaló magyarok egyik legjelentősebb, egyedi megjelenésű, harci használatú ősi fegyvere volt. A magyar szabjavívás hagyománya a végvári vitézektől kezdve a bajvívókon és huszárokon keresztül egészen a modernkori sportvívókig méltán egyedülálló a világon. A magyar szabja nem csak a hazavédelmének, a magyar katonai erényeknek, hanem a modernkori sportsikerek eszköze is. Ennek köszönhető, hogy az olimpiai történelemben egyedülálló módon 1908 és 1964 között 56 éven át alig akadt legyőzője a magyar kardvívóknak, akik ma is a világ élvonalába tartoznak. A díjat átadja dr. Nagy István miniszter úr és V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos úr. A díjat átveszi Balog Imre vívómester, a Magyar Szabja Vívóiskola vezetője és Gausz Tamás vívómester.